minden évben szoktunk egy ilyen kis rendezvényt tartani, amikor próbáljuk a gyerekeket bevonni az állatok ennivalójának az elkészítésébe, és most azt a módszert próbáljuk csinálni, hogy a tökökből kifaragunk tányérokat, és azokba fogjuk beletenni az ennivalókat. A Jászberényi Állatkert a november első hétvégéjén már hagyományként szereplő tökös napját ez alkalommal egy közösségi látványetetéssel fűszerezte. Az érkező családok nem csak szemlélőként vehettek részt az állatkert lakóinak etetésében, annak előkészítésében is tevékeny szerepet vállalhattak. Már többször látogattuk meg az állatkertet, de a mai nap kifejezetten erre a programra érkeztünk. A feleségem mondta, hogy jövünk, mert a kicsik nagyon szeretik ezt az állatkertet, az állatokat megetetni, szeretjük ezt a családias hangulatot. Lányoknak is nagyon tetszik ez a környezet. Amit ide szétszórtam, én igazából ezt a medve ennivalójának szántam. Van egy jó nagy barna medvénk, bármennyit tud enni, és az volna a cél, hogy az a tál, amit én fogok mindjárt faragni, azt ezekkel a finomságokkal töltsük meg. Milyen eleséget gyűjtöttetek itt most? Hát répát, meg tojást, meg ilyen uborkát. És milyen állatnak fogjátok odaadni? Medvének. A szorgos kezek munkája nyomán gyorsan előkészítették a medve eleségét, vele együtt pedig volt mód az ormányos medvék, vagy épp a vidrák kedvenceinek összeállítására is. Azt is látjuk, hogy tiszta bajusz az egész állat, nem csak bajusza van, hanem a szemöldöke is jó hosszú, meg az áll alatt is jó nagy szőrszálak lógnak, az meg az érzékelését segíti. Az eleség elkészítése után az etetés alkalmával rengeteg hasznos és érdekes információval gyarapodhattak az érdeklődők, miközben végig sétálhattak a kert kifutói mellett. A gyűrűs farkú makik ugyan egy kicsit szégyellősek voltak ezen a reggelen, de az ormányos medvék annál bátrabban ragadták el a nekik szolgáltatott finomságokat. A gondozók kezdeményezése ez alkalommal is egy remek, élményekkel teli hétvégi családi programot eredményezett.